Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Ma a Peaky Blinders, azaz a Birmingham bandája esetét, történetét hoztam el nektek. Ma nem fogok konkrét gyilkosságról beszélni, hanem csak egy átfogó képet adok erről a bandáról. Ezt egy kis érdekességnek szántam két erősebb, komolyabb videó között. A BBC televíziós drámasorozata, azaz a Peaky Blinders 2013-ban mutatkozott be. Ez egy kitalált történetet mutat be, de maga a Peaky Blinders, mint a Birmingham bandája, az valóban létezett. Először is a névvel kezdeném, ez a Peaky Blinders, hogy honnan eredt. Nos, konkrétan nem tudják, csak következtetnek, elméleteket gyártottak erre. Az egyik leginkább elterjedt, az az, hogy eldobható pengéket vartak a sapkájukba a bandatagok, azért, hogy a sapkát használva, ezt a pengével ellátott sapkát használva, támadták meg az áldozataikat. Hol szemre, hol a nyakra mentek, és így megsebesítették, akár meg is vakították az ellenfelet. Nos, sokan azt mondják, hogy ez az elmélet nem állja meg a helyét, mert ezek az eldobható pengék csak később lettek mindennapi használatosak. Ezek még nagyon luxus cikkek voltak ebben az időben, amikor a Peaky Blinders banda megalakult és kezdte átvenni a hatalmat Birmingham egyes utcáin. Egy másik elmélet szerint a Peaky Blinders maga a sapkából ered, hiszen a Peaky az az, hogy csúcsos, a Blinders pedig szemellenző. Tehát a sapkát általában a szemükre húzták, tehát próbálták magukat ezzel takarni a bandatagok, hogy az áldozatok ne tudják őket felismerni. Úgyhogy sokak szerint maga a sapka, a Peaky Blinders, azaz a csúcsos szemellenző, ahonnan kapta a banda a nevét. Egy másik elmélet szerint a Peaky Blinders maga a Blinders szóból ered, a blinders-t ebben az időszakban azokra az emberekre használták, akik feltűnően öltözködtek, elegánsan, különösen feltűnő volt a megjelenésük. Hiszen ebben az időszakban, az első világháború körül nagy volt a szegénység, és nagyon feltűnő volt, hogyha valaki elegáns ruhában járkált, főleg a szegény negyedekben. A Peaky Blinders-eknek is az volt a megkülönböztető jegyük, nem csak ez a csúcsos sapka, hanem a cabott öltöny, a galléros ing, a mellény, tehát nagyon elegánsak voltak, és a bandatagoknak a feleségeik, szeretőik is nagyon elegáns, finom ruhákat hordtak, ékszereket kaptak ajándékba, és ezt hordták ugye a nők. Ez egyfajta jelkép, szimbólum lett, hogy ők a bandatagok vagy hozzájuk tartoznak. Amúgy pont ez a szegénységi hullám indította el azt, hogy a fiatalok a lopásra kényszerüljenek, hiszen ennivalóra nem volt pénzük ebben az időszakban. A bandatagok amúgy általában 12 és 30 év közötti férfiak voltak. Eleinte a legáltalánosabb a zsebtolvajlás volt, de később, úgymond munkakörük, kiterjedt további bűncselekményekre is. Még itt hozzáteszem, hogy ebben az időszakban nem csak azért választották a bűnözést a fiatalok, vagy a fiatal férfiak, mert ezt akarták csinálni, hanem egyszerűen annyira nem volt munka, hogy más lehetőségük nem volt. Birmingham ebben az időszakban elkezdett fejlődni. Ez a kettőség amúgy, mert egyre nagyobb volt az ipari fejlődés, gyárak alakultak, tehát egyre több ember költözött Birminghambe. Viszont egyre jobban alakultak meg ezek az utcai bandák is, és egyre nagyobb volt a zsebtolvajlás. És mivel ezek a bűncselekmények mindennapossá váltak, a rendőröknek egyre nagyobb felelősség hárult a nyakukba, nőtt ráadásul a város is, és a rendőrség nem ezzel arányosan nőtt. Úgyhogy a bandák át tudták venni az uralmat az utcákon. A rablás és a bűnözés vált a mindennapokká bizonyos környékeken. Kezdetekben zsebtolvajlás volt, aztán ezeket felváltották az erőszakos bűncselekmények, és elkezdték a bandatagok az áldozataikat megfojtani, vagy megkéselni. Nem konkrétan a Peaky Blinders-ről beszélek, hanem az összes ekkor alakult bandáról, bandatagokról. A nyomornegyedben amúgy
még jobban kiütközött ez az erőszak, hiszen akinek nem volt semmi, és tőle próbáltak ellopni valamit, ő még jobban védte azt a kis pénzét, azt a kis élelmét, mint hogyha egy gazdagot rabolnak ki. Egy gazdagabb előbb odaadta mondjuk a pénztárcáját, vagy az óráját, mint egy szegény, hiszen neki az élete függött ettől. A Peaky Blinders első támadása 1890. márciusában történt. Egy újságcikkben is beszámoltak erről az erőszakos támadásról. Ez a támadás Birminghamben, Small Hills körzetében történt. A csoport hírhedté vált arról, hogy nagyon erőszakosak a támadásaik. És ők ezt akarták is, hogy ő róluk tudjanak, és azt is el akarták érni, hogy ő róluk az országos újságokban is írjanak. Hogy mindenhol tudják meg, hogy ők megalakultak, és hogy ők erőszakosak, és a területeiket meg is fogják védeni. A Peaky Blinders tagjai közül kiemelném Thomas Gilbertet, aki Kevin Mooney néven vált ismerté. Őt a banda egyik, hanem a legkiemelkedőbb tagjának tartották. Bandák harcoltak különböző területekért, viszont a Peaky Blinders-ekkel nem volt esélye senkinek abban az időszakban, hiszen nem csak, hogy ők vették át a legtöbb helyen, amit kiszemeltek, az uralmat, a terület feletti uralmat is, de nőtt nem csak a bevételük, a pénzük, hanem a befolyásuk is. Ők lettek a fő banda Birmingham utcáin, és ők uralták Birmingham legkedvezőbb területeit. Cheapside és Small Hills körzete volt a legfőbb célja a Peaky Blindersnek. Viszont Cheapside-on volt a Cheapside Sloggers, egy helyi banda, akik próbálták megvédeni a saját területüket, és elkezdődött a harc a Cheapside Sloggers és a Peaky Blinders között. Úgymond megkezdődtek az irányító szám csaták, kezdte a Peaky Blinders átvenni bizonyos területek fölött a hatalmat ezeken a környékeken. Ugye egyre jobban elhíresült, hogy ők nem kímélnek senkit. Ezeknek a bandáknak a felemelkedését az is segítette, hogy pénzbeli juttatásokat adtak olyan embereknek, akik az üzleti életben vettek részt, vagy jogászok kaptak különböző pénzbeli támogatásokat. Sok más területen is sikerült beépülniük, vagy legalábbis megvesztegetni embereket. Így az átlag emberek, az úgymond civilek, tehát azok, akik nem bandatagok, egyre jobban megvetették a bűnözést, viszont a banda pedig egyre jobban megvetette a lábát. Egyre nagyobb hatalma és befolyása lett mindenhol. 1899-ben történt egy kísérlet arra, hogy ezt a tevékenységet, a bandáknak a tevékenységét megakadályozzák, ezért egy ír rendőrtisztet helyeztek erre a környékre, hogy majd talán ő meg tudja fékezni ezeket a bűnözéseket. De azzal nem nagyon számoltak, hogy ekkorra már a banda már nagyon sok embert vesztegetett meg, nagyon sok helyen, például a rendőrségen is. Nagyon sok korrupt rendőr volt ebben az időben már. Úgyhogy esélytelen volt ennek a rendőrtisztnek, hogy rendet tegyen az utcákon. Nem csak a megvesztegetés miatt, hanem a félelem miatt is csökkent a rendőrségnek az ereje. Gazdasági, politikai, kulturális szempontból is a Peaky Blinders ott volt, lecsapott, akire tudott, hogy ők diktálják a döntéseket. Kulturálisan is ők uralták a színteret, tehát nagyon beásták magukat a mindennapi és a közéletbe is. Nagyon röviden visszatérek arra, hogy miért hordtak amúgy ennyire luxus ruhákat, ennyire feltűnő ruhákat a bandatagok és a családtagjaik. Nos, egyrészt ez egyfajta hatalmat mutatott a szegényekkel szemben, másrészt egyfajta demonstráció volt a rendőrökkel szemben, hogy megmutassák, hogy ők úgymond bűnözésből szerzik a pénzüket, viszont a rendőrség ezzel szemben tehetetlen. Nagyon sok volt a korrupt rendőr, mint már mondtam, és nagyon sok rendőrt megfélemlítettek. Sokan ezért ki is léptek a rendőrségtől, főleg azért, mert nem csak, hogy erőszakos támadások érték a rendőröket, hanem meg is halt pár rendőrtiszt. George Snipe rendőrtiszt és Charles Philip Günther rendőrtiszt megölése után
És azután, hogy a rendőrök ugye átlátták ezt, hogy a Peaky Blinders banda az mindenhol megvetette már a lábát, és ők diktálják a döntéseket, ezért volt az, hogy a rendőrök nem csak hogy féltek, de belátták azt is, hogy esélytelenek a bandatagokkal szemben. Ezért lépett ki nagyon sok rendőr ebben az időben a rendőrségtől. Hiszen volt, akit nem lehetett megvesztegetni, nem lehetett megfélemlíteni, viszont tudta, hogy tehetetlen. A banda csak nem 20 évig uralta Birmingham bizonyos területeit, részt vett a közéletben is, a döntések hozatalában is. A banda nem csak zsebtolvajlásból tartotta fenn magát, hanem csempészet, rabolt, vesztegetett, csalt, védelmi pénzeket szedett be. Nagyon sok más tevékenységben is részt vettek, de a fő profiljuk továbbra is az utcai bűnözés volt, és a testi sértés. A legismertebbek közé tartozik Harry Falls, akit 1904. októberében lopás miatt tartóztattak le. Ugyanebben az időben Stephen McNichol-t és Ernest Haynes-t is elfogták. Bár a büntetés csupán egy hónapig tartott, majd kiengedésük után újra az utcára kerültek, és visszatértek a bűnözői életmódhoz. A Midlenci rendőrség nyilvántartása számos letartóztatást mutat be. Rablás-lopás és David Taylor esetében 13 évesen lőfegyver tartása miatt. A banda a 20. század elején ért el, úgymond a csúcspontját, amikor uralta Birmingham színtereit. Azonban hamarosan felkeltették a Birmingham Boys, azaz a birminghami fiúk nem kívánt figyelmét is. A Peaky Blinders területi kiterjesztése, főleg a versenypályákra, az erőszak növekedéséhez vezetett. Mivel ezt a terjeszkedést a versenytársak nagyon nagy dűvel fogadtak. A bandatagoknak a családtagjai elkezdtek elköltözni Birmingham középpontjából, és azokról a területekről, ahol ugye előzőleg laktak, ami közel volt az erőszak helyszínéhez. Egyre jobban a külvárosok felé költöztek a családtagok. A Peaky Blinders helyét átvette a Billy Kimber által vezetett Birmingham Boys, azaz a Birmingham fiúk bandája. Ők szintén bebetonozták magukat Midlandsben, erősen kontroll alatt tartották a gazdaságot, beépültek ugye a politikába, kultúrába, mindenféle döntésekben az ő szavuk is elég erőteljes szerepet játszott. A birminghami fiúk bukását a Sabini banda megjelenése okozta. A Sabini banda az 1930-as években vette át az uralmat a Birmingham fiúktól. A Peaky Blinders, bár a tevékenységük megszűnt, a nevük fent maradt. Mint már az elején említettem, egy televíziós filmsorozat is készült. A Peaky Blinders egy szlengé vált. Bármilyen banda alakult, főleg Birminghamben, mindig azt mondták, hogy ők a Peaky Blinderek. Ez a banda leginkább az öltözkedésével tűnt ki. Azért is maradhatott fent a nevük a mai napig. Ezt a videót csak egy rövid, érdekes történelmi kitekintésnek szántam. Remélem tetszett nektek, ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, remélem a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!